A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés az előző június 30-ai ülésén tárgyalta a megye közúthálózatának állapotáról, többek között arról, hogy szükséges több alsóbrendű útszakasz felújítása, például az M3-as Ófehértói csomópontja és Nyírbátorváros közötti 4105-ös számú út fejlesztése is. Ezzel kapcsolatosan írt levelet a megyei közgyűlés elnöke a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. A válaszlevélben az áll, az útszakaszok felújítását a TOP pályázatok segítségével látják leghamarabb megvalósíthatónak. Ezzel kapcsolatosan fejezte ki elégedetlenségét az MSZP-s Veres János. A Fejlesztési Minisztérium sajnálatos módon ezen utak felújításának a lehetőségét egy olyan forrásra hárítja, amely sok év múlva fog majd csak a megye rendelkezésére állni. Ez azt jelenti, hogy sajnálatos módon érdektelennek minősíthető a Fejlesztési Minisztérium abban, hogy ezen utak felújítása gyorsan megtörténjen. Itt alapvetően az autópályákra fölvezető utaknak a felújításáról van szó, részben a nyírségi, részben pedig a Szatmár-Beregi tájegységben. Az üggyel kapcsolatosan a közgyűlési elnök azt mondta, a cél az, hogy az útfelújítások minél hamarabb megvalósuljanak. Mindent megteszünk még egyébként azért, a megyei közúttal összefogva, kormányzati kapcsolatokat keresve, hogy ez az út ne a TOP forrás keretéből, hanem még korábban valósuljon meg, hiszen itt valóban minden egyes elvesztegetett fél év közbeszerzési eljárások és a többi időveszteséget jelent, és a befektető szándékokat veszélyeztetheti Nyírbátorba, ezáltal a munkahelyek problématikája vetül fel. A közgyűlésen elfogadták a Tisza Európai Területi Társulás megalapításáról szóló előterjesztést is. Az alapító tagok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzata, Kárpátaljai megyei tanács, valamint Kisvárda város önkormányzata. A társulás a későbbiekben újabb tagokkal bővülhet, hangzott el a közgyűlésen. A csoportosulás, azaz az EGTC, az EU egyik olyan jogi eszköze, amely önkormányzatok és régiók együttműködésére és az unió támogatások hatékony felhasználására ad majd lehetőséget. Egy rendkívül új helyzet állt elő, amikor az Európai Unió részét nem képező állam területével fogunk mi most egy korlátott felelősségi társaságot létrehozni, amely azt eredményezi, hogy jogi személyként jelentős Európai Uniós forrásokhoz fogunk hozzájutni az eldöntető célokra. Na igen, ám, de itt van egy kiskapu. Azért az elmúlt időszakban itt a megyében is gyakran előfordultak olyan beruházások, amik nem voltak, hogy is mondjam, csak felhétlenül tiszták. Ezeket a tapasztalatokat be kell gyűjteni, és ezeket a tapasztalatokat be kell építeni a most kialakulásra kerülő társulás munkájába. A képviselők egyhangulag igennel szavaztak ennél a napirendi pontnál. Hogyha a tiszai árvízi védekezéssel kapcsolatosan, vagy ennek a infrastruktúrális fejlesztésekkel kapcsolatosan a uniós fejlesztésekhez jutunk, többek között a megyénknek a biztonságát, Kárpátaljának a biztonságát is elősegítheti, hiszen azért még emlékszünk a nagy tiszai árvízre is, és hát bizony ott még talán vannak most is tennivalók. A szeptember 25-i megyei közgyűlésen döntöttek továbbá bírósági ülnökök megválasztásáról, a megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és a megyei területfejlesztési koncepció kiegészítéséről is. Utóbbival kapcsolatosan az úgynevezett turisztikai célterület lehatárolásokat újra tárgyalja majd a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság. A közgyűlés végén az elnök bejelentette következő ülésüket, november 20-án tartják majd.